1703. május 21-én Esze Tamás elsőként Tarpán, néhány órával később pedig Mezőváriban bontotta ki a nagyságos fejedelem lobogóit. Ezzel kezdetét vette a Rákóczi szabadságharc. Az idén a háború miatt a hagyományos ünnepségek elmaradtak. A KMKS csendes főhajtással és koszorúzással emlékezett az eseményről az ősi református templom falán elhelyezett kuruc vezér Esze Tamás emléktáblájánál. Magyarországon tűrhetetlen helyzet alakult ki a 18. század elejére, a magyar függetlenséget sárba tiporták, a magyar népet megnyomították, elnyomták. Ezen a tűrhetetlen helyzeten kívántak változtatni azok a bátor tiszaháti emberek, akik felkeresték Rákóczit a számvezetésében, és felkérték arra, hogy legyen a felkelés vezére. A haza védelmére összeszövetkezett magyar rendek vezérlő fejedelmé választották meg Rákóczi Ferencet, aki mindent a szabadságharcnak rendelt alá. Meg kell említenünk, hogy nagyon fontos intézkedéseket hozott, így például visszaállította a szabad vallásgyakorlást, ugyanis eddig a református híveket, papokat üldözték, gályarabságra ítélték őket. A másik fontos esemény az pedig az volt, hogy a nemesség jogait is megkívánta őrizni, és csak így tudta egységesíteni a magyarok fegyveres harcát, tehát így a jobbágyság mellett a fő nemesség is bekapcsolódott a szabadságharcba. A szabadságharc, mint tudjuk, elbukott, de ugyanakkor jó lecke volt a Habsburgoknak arról, akik nem felekeztek arról, hogy a magyarokkal most már nem tehetik meg azt, amit kénye kedvük szerint eddig tehettek. És amikor felkínáltak Rákóczinak is a közkegyelmet, ő nem hódolt be. Nem hódolt be, hanem a szabadság ízét, a szabadság lángját magával vitte és őrizte tovább a következő nemzedékeknek, hisz mi tudjuk, csak is szabad magyar emberként, csak is szabad Magyarországként tudta elképzelni az életet Magyarországon és a magyar állam számára. Hallgasd meg könyörgésünket! A rendezvényen Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyház püspöke mondott imát. Amióta lehetősége van a kárpátai magyarságnak jeles napjait megünnepelni, azóta újra Mezőváriban tartanak megemlékezést. A szabadság az itt élőknek és az egész magyar nemzetnek nagyon fontos, és nagyon fontos a jelmondat Istennel a hazáért és a szabadságért. Most nagyon fontos, főleg itt a kárpátaljai magyarok számára, hogy ne veszítsék el hitüket, Istenben vetett bizodalmukat, és ne adják fel a küzdelmet a szabadságért és a hazáért, a szülőföldön maradásért. Ez az ünnep is arra utal, ez a megemlékezés azt jelzi, hogy az itt élő közösség élni kíván szülőföldjén, és ragaszkodik anyanyelvéhez, történelméhez, és imádkozik a szabadságáért. A rendezvény csendes koszorúzással zárult. Minden rendű igaz magyarokat hazafiúságokra intjük. A megemlékezés Beregszászban Esze Tamás mellszobránál folytatódott a Prokultura Subcarpatica szervezésében. Korhű ruhába öltözött kuruclegények olvasták fel a brezáni kiáltványt, majd kibontották és meglengették Rákóczi zászlaját. Vivát! 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 Minden növény és fa oly erősen áll a talajban, amilyen erősek a gyökerei. Ezért azt gondolom, hogy a gyökereket meg kell őrizni, és a gyökerek azok, akik megtartanak minket ezen a területen. Kárpátalja egyik legmélyebb gyökere, ez a Rákóczi kor. Az, ami talán erre a vidékre a leginkább hatással volt, és emlékeznek rá, mert ez egy olyan kor volt, ahol az itt élő különböző népeket egységbe tudta kovácsolni.
Ez a zászló, amit itt kibontottak, ez zászló mögé felsorakoztak a magyarokon kívül a ruszinok. Tudjuk, hogy a ruszinok voltak a helyi szláv lakosság, ahogy akkor őket hívták, a leghűségesebb népe Rákócinak, de voltak románok és szlovákok is, mert hogy mindenki fontosnak tartotta a függetlenséget, és azt, hogy idegen hatalmakkal szembe önállóan álljunk a saját lábunkon. Azt gondolom, ez az üzenet, amely összeköti az itt élő népeket, ezt az üzenetet mindenkinek tovább kellene adni. Én örülnék, hogyha ez a nem csak a magyarság körébe, hanem a szlávság, a románság körébe is újra életre kelne, és hogy a fiatalok ezt a kuruc hagyományt, ami közös múltunk, ami a mi összetartunk erőnk, tovább vinnék, emlékeznének rá, és fenntartanák, mert ezzel az itt élő népek békéjét tudjuk megőrizni, hiszen ez egy olyan esemény volt, ahol minnyájan ott voltunk, és minnyájan egyet gondoltunk, függetlenséget az uralkodó Habsburgokkal szemben. Az esemény végén a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit Esze Tamás emléktáblájánál és mellszobránál.